fotósok keresztüzében adták át az angyalok a belvárosban jótékonysági akció adományait. A szervező győri Bevásárló utcák alapítvány három győri középiskola három rászoruló tanulóját támogatta szakmájukhoz kapcsolódó eszközökkel. Az adventi időszakban szervezett gyűjtés során az üzletekbe kitett gyűjtőpersejekben helyezték el a vásárlók adományaikat. Nagyon jó érzés, nagyon felemelő érzés. Valamilyen szinten persze egy nagy kő esett le a szívemről, azért esett nagy kő, mert ugye vállalásainkat is túl teljesítettük, és gondolom, hogy mindenki le tudja szűrni az átadott ajándékokból, hogy milyen nagy értéket adtunk át a szociálisan rászoruló szakközépiskolai szakképző intézményi tanulmányaikat végző diákoknak, hogy segítsük az előre menetelüket. A Kossuth iskola tanulója varrógépet és kellékeket, a Págisz diákja tabletet, míg a Pálfis fiatal laptopot kapott ajándékba, melyet az intézmények képviselői vettek át. A győri Bevásárló utcák alapítványt a megyei iparkamara alapította, a közösség és a felelősség két kulcs szó a szervezet életében. Nagyon fontos, hogy ez egy olyan közösség, aktív közösség, akik együtt gondolkodnak, együtt próbálnak tenni a saját érdekükben, hogy a saját vállalkozásuk is eredményes, sikeres legyen, illetve nagyon fontos a felelősség is. Felelősséget vállalnak a saját munkatársaik, munkavállalóik a saját vállalkozásukkal szemben, de közösen gondolkodnak, itt visszatérek a közösség szóra, közösen gondolkodnak azon is, hogy a saját érdekeiken túl hogyan tudnak még segíteni, miben tudnak segíteni, miért érzik úgy, mi az a cél, hogy felelősséget kell vállalniuk. A kezdeményezés mögé évek óta Győr városa is beáll, hiszen az önkormányzat számára kiemelten fontosak az ilyen és ehhez hasonló jótékonysági akciók. Dr. Dézsi Csabát idéztük, a munkának egy titka van, csinálni kell, és ez az alkalom kiválóan mutatja azt, hogy nem csak pénzbeli támogatással lehet elindítani egy fiatalt, hanem eszközzel is. Ez az alapítványi munka most három gyermeknek segített megteremteni a jövőt, varrógépet és informatikai eszközöket kaphattak. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez a lehetőség jó kezdés ahhoz nekik, hogy el tudják kezdeni építeni a jövőjüket. Győr hírnevét öregbítsék, és hozzájáruljanak ehhez a szlogenhez. Én kívánok nekik nagyon-nagyon jó munkát, és Győrnek továbbra is nagyon fontos lesz az, hogy minden rászoruló családot továbbra is segítsünk. A szakképző iskolák nevében a Győri Szakképzési Centrum kancellárja köszönte meg az adományokat. Nagyon szépen köszönöm az iskoláink és hát a diákok nevében, akik ezeket a nagyon értékes eszközöket most megkaphatták. Azt gondolom, hogy a centrumunk a maga lehetőségeihez mérten mindent megtesz a lemorzsolódással veszélyeztetett, vagy éppen hátrányosabb helyzetű tanulók támogatásáért, de hát az egy teljesen más dolog, amit mi tudunk tenni. Mi tudunk ugye plusz órákat biztosítani, tudunk közösségi programokkal segíteni nekik, de ez, hogy az ő tanulásukat tényleg valóban ilyen számukra nagyon fontos tárgyi eszközökkel is támogathassuk, erre nem nagyon van lehetőség. A kampányhoz több mint 20 belvárosi üzlet csatlakozott, a szervezők pedig elmondták, jövőre is szeretnének angyalok a belvárosban jótékonysági akciót indítani.